Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Képzeljétek el, kettő kisfiú életét mentették meg azzal, hogy összegyűlt az az összeg, amire vártak és vágytak. Egy egész ország összefogott és megtette a lehetetlent, hiszen sokan azt gondolták, hogy nem sikerülhet 700 milliót, akár 80 milliót vagy 100 milliót összegyűjteni, de ennek a két kisfiúnak valóra vált az, hogy megmentik az életüket, és sok sikert kívánok ennek a kettő darab kisfiúnak és a családjaiknak. Kitartást kívánok, erőt, egészséget, és kívánom, hogy minden jó legyen. Én ezt szeretem, amikor ez van a tévében, amikor segítség van, akkor segítünk, amikor összetartás van, és amikor tényleg meg kell mozdulni egy adott dologért, akkor mindenki megmozdul, és mindenki tesz azért, hogy jobb legyen. Ha jól tudom, Zente és Levente, ez a kettő név, ami bearanyozza a mindennapokat és az emberek életébe egy kis boldogságot hoz. Ez a két kisfiú egy ugyanazzal a betegséggel szenved, de reméljük, hogy meggyógyulnak és hosszú életet fognak élni. Kívánok nekik nagyon sok boldogságot és erőt, és mindig mosolyogjatok és szeressétek egymást, és tartsatok össze, és segítsetek azokon, akiken segíteni kell, hiszen ez a jó dolog, amikor segítesz valakinek. És hidd el, ha segítesz másokon, Isten is segít mindenkin, és ez a jó dolog. Én kívánok mindenkinek nagyon jót és boldogságot. Gyerekek, olyan boldogsággal töltött el tegnap, amikor néztem a hírekben ezt, hogy sikerült. Igazából a Facebookon kiírt a Levente családja, hogy sikerült. Elérték a célösszeget, csak az a baj, hogy 700 millió forintba kerül ez a bizonyos kezelés vagy gyógyszer. Miért kerül ilyen sokba egy gyógyszer vagy valami? Miért kerül ilyen sokba az, amit igazából simán megkaphatnának az emberek, annélkül, hogy ilyen horror áron szeretnének segíteni másokon? Bár én megértem, hogy fontos az, hogy ez az összeg meglegyen, de azért az ember élet sokkal fontosabb, mint az összeg. Amit ugye mások azt mondják, hogy hát azért 700 millió az nekik fontos. De az fontos, hogy a kisgyerekeknek sikerült, a családjaik boldogok, és Magyarország összes emberének küldöm a békét és a tiszteletet, hiszen mindenki segítenie kell. Látjátok, ennyi az egész. Ha segítesz, boldogabb leszel. Nem kell az utcán fekvőbe belerúgni, hiszen láthatjátok, hogy két kicsi gyerek megmozgatott egy egész országot. Együtt sírnak az emberek a szülőkkel és a pici gyerekekkel. És igen, az utcán fekvőbe se szabad belerúgni. Ezért is, ha elmész valaki mellett, akkor kérdezd meg, hogy vagy, és segíts neki akár 100 vagy 200 forinttal. És ne sajnáld, hogy odaadtad, mert ő bármire is költi, az ő saját dolga. Ne bánd meg, amit teszel, csak legyél jó. Vigyázzatok magatokra. A leírásban megtaláljátok a Facebook oldalaimat, meg az Instagram oldalamat, a TikTok oldalamat és egyebeket. Most pedig megyek, találkozunk még. November 1-e van. Sziasztok!